Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket a készülékek előtt, innen a Bonum stúdiójából a férfi harcok mai adásában. És a stúdióban, ahogy már megszokhatták, Nagy Zsolt. És Nagy Péter. Az előző adásban a férfi spiritualitásról beszélgettünk, hogy a hitet, az anyagon túli világgal való találkozást hogyan éljük meg, és mik azok, talán azok a különbségek, amiben a férfiak specifikusabban jelenítik meg a hitet vagy a vallást, és ami megkülönbözteti a nőktől, és ennek egy ilyen általános gondolatmenete volt, aminek egyik jelképe a vitorlázás, ahol a férfi, aki útra kell, találkozik a természet erőivel, és ezen keresztül a teremtett világ alkotójával. Igen, és te meséltél egy sztorit az életedből, amikor is az édesapáddal, meg a nagybátyáddal egy balatoni vihart átéltetek. És ennek kapcsán egyébként az is eszembe jutott, hogy itt nem csak ezekkel a nagy elementális erőkkel, vagy a valósággal való materiális találkozás, tehát az, amikor ugye nem az általunk kreált illúziókkal találkozunk, hanem a valósággal. Tehát nem csak ez számít, hanem az is, hogy ennek az egésznek például, amit itt mögöttünk látunk, ezzel is hagytuk meg, hogy van egy mélysége. Hát van egy olyan mélység alattunk, ami félelmetes, de nem csak félelmetes, hanem kívánatos is az, hogy ezekben a mélységekben leeresszük úgymond a lényünknek a magját, mint egy hajón, ahogy a tőkesúly jelen van, ugye ott van, és minél mélyebbre leér ez a tőkesúly, annál nagyobb stabilitása van akár a viharban a hajónak. Emlékszem egy ilyen tapasztalatomra, amikor az Adriai tengernél voltunk, és Rab sziget, mert volt egy olyan sziget, ahol a rabokat tartották, tehát ennek van más neve volt, de még a Tito alatt, ott a kommunizmus alatt, tehát ott voltak a rabok, és ott azt mondták, hogy olyan erős a tenger sodrás, hogy azért nem volt lehetséges a szökés, mert aki belement ott a tengerbe, bár viszonylag nincs messze a másik part, de az biztos, hogy kivitte a nyílt tengerre a sodrás. Aha. És rettentő meleg volt, mi belementünk a végső soron a sekélyesebb részen a hűsvízbe, de nem volt az azért, ott azért hideg volt a víz, de kellemes volt az iszonyat melegben, és akkor, ahogy ott a víz alatt nézegettünk egyszer csak, nagyon hát ijesztő volt, hogy elérek egy ilyen szélére, és ott hirtelen egy mélység megnyílik. Tehát, nagyon megijedtem, akkor egyből kapálózás vissza. És tényleg a mélységnek van egy ilyen félelmet okozó hatása. Az is érdekes, hogy az ember kívánja a mélységet, tehát kíván belemenni, fölfedezni, akár az űrbe, vagy akár a tenger mélyére, vagy ilyen terekbe, amik előttünk ismeretlenek. És szükséges is az, hogy a tőkesúlyunk az mélyebbre kerüljön. Uh-huh. Na most ebbe is igazán, ha már ez spirituális dimenzió ugye a férfi számára, akkor az ős, az apa fontos, hogy ebbe belevezesse az ő utódait, fiait, akár a lányait is. Biztos, és talán a mélységben az is benne van, hogy elvesztem a kontrollt, tehát hogy nem ér le a lábam. Igen. Ugye? Innentől igen, kezdve a saját erőmre vagyok utalva, nincs alattam szilárd talaj, és tele vagyok, pláne az ember sok kalandregényt vagy természetfilmet nézett, akkor azért mindenféle tengeri lényekkel, meg fantázia szülte lényekkel be tudom népesíteni ezt a mélységet, ami titokzatos, misztikus, és valahol nyilván ettől egy kicsit veszélyes is, hiszen nincs a kontrollom alárendelve, tehát ott bármi történhet. És hát ez elég izgalmas. Egyszer mi is jártunk így a gyerekekkel egy adriai tengeri úton, egy nyaralás során, hogy béreltünk egy kis hajót, megkerültük a szigetet,
és ott találtunk egy olyan kis öblöt, ami egy ilyen nagyon zárt, nagyon szép kis kavicsos öböl volt, és hát én úgy gondoltam, hogy nagyon közel vagyunk, és kiugrottam a hajóból, és kiúsztam, illetve indultam a part felé, és a gyerekek, látva, hogy én megyek, persze, mert milyen az apjuk, jöttek utánam, és amikor kiértünk a partról, és visszanéztünk hajóra, akkor néztük, hogy nem is vagyunk közel, mint ahogy a part közelinek tűnt. És hát ott ugye itt megint jön az, hogy ha az apa megy, akkor én is megyek, hogy az ember megtapasztalja a saját felelősségét, hogy azért utána nekem úgy kell csinálnom, mint hogy ez teljesen természetes lenne, és visszamentünk a hajóhoz persze, de hogy bár nekem is voltak félelmeim, meg én is olvastam a cápát, amit előző adásban olvastál, és azért voltak rémképeim, de hogy megteremteni azt, hogy nincsen semmi baj, ez így jó, megyünk és csináljuk, és aztán visszajutunk és visszaveszünk, és az ember hálát ad, hogy ez így szépen lezajlott, és de volt az egésznek egy kis izgalma, és megjelenik a bizalom benne, hogy apám ott van a mélységek fölött, és ha kell, akkor majd ő fog segíteni. Amit persze az apa nem mindig tud, hogy fog segíteni, de ez biztos, hogy mindent meg fog tenni, hogy segítsen. És ez valahol a teremtésnek a gazdájára is utal, hogy néha nem ér le a lábunk, és félünk, de tudom, hogy segíteni fog, és mehetek előre. Mm. És én azt gondolom, hogy a férfi spiritualitásban ezért fontos az, hogy nem azért van ott az Isten, mert nem tudom, hogy kidörög, ugye ezt nagyon sokszor halljuk, a hiány istene, hogy nem tudjuk, honnan van a természet, és a tudatlanságunkból adod, hogy kipótoljuk a szuperemberrel. Igen. Nem, mi nem azért hiszünk benne, mert nem tudjuk, hogy miért dörög, vagy miért van földrengés, hanem azért hiszünk benne, mert tudjuk, hogy aki ezt létrehozta, az nagyobb mindannál, amit létrehozott. Igen. Tehát ez egy egész más megközelítés, és én azt gondolom, hogy a spiritualitás az ezért kell, és lenne nagyon fontos egy férfi számára, hogy jobban legyen azzal az erővel, aki sokkal erősebb és sokkal nagyobb, mint ami pillanatnyilag tudunk lenni. Hm. És én azt gondolom, hogy egyébként itt kapcsolódik bele, ugye a jólétnek az egyik fontos pont, öt fontos pontja van a jólétnek, vagy öt ilyen pillére. Az egyik az elmélyülésre való képesség. Tehát az, hogy képesek vagyunk, már magában a szóban is benne van, hogy elmélyülni, tehát uh-huh. valami mélységbe beleereszkedni, és ott felfedezni egy olyan alapzatot, ami valójában hordoz bennünket. Van egy ilyen természeti kép, ez ugye a természetben, a tengerben is így van, hogy körülbelül 30 méterig mozog a víz. Körülbelül. Uh-huh. Tehát a felszíni vízmozgások alatta már nem. És ott van a nyugalom, a béke. Tehát ott, aki úgymond, aki a mélységben megtalálja a súlypontját, az békében tud maradni és stabilitásban. Sokkal inkább, mint a felszínek dobálta hullámok között, akár ezt érthetjük az érzelmekre, vagy a körülményekre, vagy olyan dolgokra, amik úgy egyik nap így jönnek, másik nap uh-huh. úgy jönnek. Ez egy feladat, hogy tényleg ebbe a mélységbe bele tanálni, és akármennyire tűnik ez mondjuk veszélyesnek. Nekem az a kérdés van bennem, hogy te hogy beszélsz, ugye beszélsz szülőknek is a spiritualitásról, vagy annak az igényéről. Mivel vezeted nekik föl, hogy hát kedves szülők, apák, anyák, fontos a spiritualitás, fontos akár férfiként, akár nőként, fontos, én azzal találkozom egyébként így hittanórákon, hogy mivel a szülők nem élik meg otthon semmilyen módon nagy részt a spiritualitást, tehát a nagyobb vagy a mélyebb fele való odafordulást, ez lehet, hogy a családi kapcsolatokat nagyon szépen élik, családra válogatja, de ezért nincs a gyerekeknek ugye mintája erről, nincs egy áhítat, nincs egy, és hogy mondjuk jó, tehát, de egy olyan társadalomban, ahol egyre inkább szekuláris az irány és a valóság, ez te hogy próbálod ebbe belevezetni a szülőket, hogy indoklod ezt? Többféle módon szoktam ezt megközelíteni, gyerekeknél is, fiataloknál is, illetve szülőknél is. Az egyik az, hogy miért van az, hogyha
eleget ettem, kipihentem magam, ittam, mindenem megvan, látszólag van, otthonom van, munkám, mindenem megvan, és mégis van bennem egy frusztráltság. Tehát, hogy miért nem vagyok maradéktalanul boldog adott esetben, hogyha ha mindenem rendben van, akkor mi az, ami mégis tovább űz? Tehát van egy ilyen belső tűz, hogy az anyagi dolgok, a megszerezhető dolgok, a megélt élvezetek, vagy a megelégedettség, vagy a kielégültség sem tesz maradéktalanul boldoggá, hiszen ezeket újra és újra élni akarom. Ugyanakkor lehetnek olyan állapotok, amikor egyik-másik ponton nem kapom meg, amire szükségem van esetleg, nem fáradt, vagy fáradt vagyok, mert nem pihentem ki magam, vagy mit tudom én, éppen nem ettem, vagy nem ittam eleget, vagy egyéb komfort dolgaim nincsenek rendben, és mégis van bennem egy békesség és nyugalom. Melyik az a részem, amelyik a másik, amelyik nem az anyagi, amiről Pál apostol nagyon sokat beszél a két ember küzdelméről, a belső ember, a lelki és a testi ember küzdelméről és egymásnak feszüléséről. Tehát ez az egyik megközelítési pont. A másik megközelítési pont az az szokott lenni, hogy ha megbántanak és megsértenek, akkor melyik részem gyógyul nehezen? Mert az, hogy mondjuk nyakon vágnak, vagy beütöm kezemet, lábamat, fáj, tovább megyek, meggyógyul, kész, nem foglalkozom vele. De miért van az, hogy a lelkisebbek sokkal jobban fájnak, nehezebben gyógyulnak, és maradandóbbak? Melyik az a részem, amelyik ilyenkor sérül? Miközben látszólag ettem, itt a mindenem megvan. Tehát, hogy biológiailag. Biológiailag, tehát biológiai lényként mindent megkapok, és mégis van egy részem. A harmadik, ami tulajdonképpen a testén túlmutat, hogy ha az ember igazán őszinte, és ezt néhány természetkutató mondta, hogy hogyan vált hívővé, pedig nem volt az, tehát materiálisan kezdte kutatni az anyagot, és kereste. És minél inkább elmélyült az anyagba, ez történetesen egy kémikus volt, és molekulákat, meg különböző atomszerkezeteket kutatott, azt mondta, hogy egyre inkább bizonyossá vált számára, hogy az, ami van és amit lát, az nem véletlen, mert rendező elve van. Tehát olyan rend van a legkisebb anyagi részecskék között is, ami kizár dolog, hogy ne legyen mögötte egy koncepció. Ha pedig van koncepció, akkor kell, hogy mögötte legyen valami értelem, amelyik ezt a koncepciót anyagba formálta, vagy létrehozta. És ugyanezt tapasztaljuk, tehát nem tudunk a környezetünkben egy olyan anyagi struktúrát megnevezni, amelyik ne előbb lett volna tervként, és ideaként, vagy ötletként, mint ahogy megvalósult. És vegyünk például, ezt iskolásoknak szoktam mondani, hogy el tudunk-e képzelni egy olyan gépet, amivel gyártunk majd valamit, amit megalkottunk, de még nem tudjuk, hogy mit fogunk vele gyártani. Tehát először a terméket kell meghatároznunk, ahhoz legyártjuk a gépet, és majd csak utána jön létre a termék. Tehát három lépéssel előbbre kell járni gondolatban, vagy hát egy házépítés, tehát mi mindent kell megtervezni, hogy végül létrejön egy struktúra, ami persze az emberi teljesítmény egyik csúcspontja, akár csak a repülés, meg az orvoslás. Tehát, hogy, de mégis ezek csak felfedezése mindannak, ami már értelmesen kódolva van az anyagban. Márpedig az anyag nem kódolhat értelmes információt. Egy nyomdász barátom mondta egyszer, hogy ez körülbelül annyi esélye van, mint hogyha fölrobbantunk egy nyomdát, és leesik a Révai Nagy Lexikó 23 kötete. Ami nem elég, hogy papír és nyomda festék bizonyos struktúrát módon, hanem még értelmes gondolatokat tartalmaz, és még nyelvtanilag rendben van, és elvont fogalmakat közvetít. Az egyik buddhista tanító, tehát igazából ugyanezt mondta, hogy egy szeméttelepen fölrobbantunk egy bombát, és ott ebből a hatalmas porfelhőből, meg összebiztosságból egyszer csak egy F-16-os kiröpül. Tehát ugye ez elég... És az értelem azt mondja, hogy ez lehetetlen. Tehát ezt nem tartjuk elképzelhetőnek. Igen. Tehát, hogy valami rendező szerint, tehát még mindig ott tartunk, hogy ha a világ keletkezésének a problematikáját nézzük, akkor is mi hozta létre magát a rendet, amiben ez, mert az, hogy az anyag hogy struktúrálódik, az egy kérdés. A másik kérdés, hogy azt a rendet, amivé ez fölépült, azt el tudjuk-e bármilyen módon elképzelhető-e más, akár a tapasztalat, akár az emberi elme szempontjából, hogy valami ezt nem előre
koordináltat. Tehát nem a szabály volt előbb, mint hogy az anyag ennek engedelmeskedjen. És hát ugye ez csak az anyagi része a dolognak. A másik, hogy az ember, mint gondolkodó lény, hogy van az, hogy a petesejtből, a hímivarsejtből létrejön egy struktúra, az agy, amelyik az érzékelésen keresztül és a gondolkodáson keresztül fölismeri az univerzumban levő szabályokat és törvényeket. És például az okos eszközei, meg a mobiltelefon, meg a rádiózás tudja alkalmazni, és eszközöket készít, és egyébként nagyon nagyra tartjuk ezt az elmét, eszközöket készít, hogy a világban már meglevő szabályokat a maga hasznára fordítsa. De a szabályt csak fölfedezzük. Tehát azt nem mi hozzuk létre. Igen, így van. Tehát, hogyha ezeken egy kicsit elkezdenénk gondolkodni, akkor, és őszinték vagyunk, és hagyjuk, hogy a gondolataink tényleg előrefele haladjanak, és nem vágjuk le, és nem korlátozzuk, akkor azért eléggé vissza kell vegyünk a magabiztosságunkból, hogy tényleg mit csinálunk-e mindent, és mindent mi irányítunk, vagy esetleg nem véletlen, hogy nem ismerünk olyan emberi kultúrát, amelyik hisz abban, hogy az anyagi struktúra mögött van egy értelem. Hát különösen is azért, ugye, mert magában az anyagban nem található meg a maga az információ, ami rendezi. Hát ez az. Egy rendkívüli komplexitássá. És hát ugye egyébként ugye az ateista tudomány feltételez egyfajta multiverzumot. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogyha végtelen számban robbantunk fel egy szeméttelepen bombákat, akkor végső soron ez lehetséges, hogy egyszer csak kiröpül belőle egy Boeing. Igen. Érted? De vagy amit te mondtál, vagy F-16-os, vagy nem, akármi, igen. Érted, ami egy ilyen. Igen. Tehát most azért ez akkor is hülyeség, én azt gondolom, mert ugye egyrészt az embernek egy nagy képűsége van ebbe benne, hogy inkább multiverzumot hiszek, mert ez is egy hit, hát pontosan, mint egyetlen Istent. Na, ugye ez az egyik. Tehát ezek hitek, itt már hitek találkoznak hitekkel, és akkor innen már csak kérdés, hogy most én melyiket tartom hihetőbbnek. Igen. Egyrészt, másrészt azért emögött ott van az is, hogy attól, hogy extrapoláljuk a dolgot és távolabb helyezzük az eredetet, még nem marjánáztuk meg. És ugye itt van, hogy most van-e élet az emberen túl, vagy kívül, a földi életen túl, ugye ezt keressük nagyon, de ez is csak az életnek egyik ága lehet, mert az élet értelmét, vagy az eredetét egyrészt nem magyarázza meg az eredetét, másrészt az értelmét se. Tehát, hogy hova tart, se azt, hogy honnan jön, se azt, hogy hova tart. Márpedig most hiába is mondom azt, hogy van multiverzum, azért az én egzisztenciális kérdésemet, és hogy van-e örök életem, vagy nincs, vagy csak megszűnök, és utána eltűnök, azért ezt nem fogja megoldani. Másrészt nem mindegy, hogy hihetek-e egy gondviselő és jó szándékú tervezőben, vagy pedig minden csak úgy van, és miközben azt látom, hogy az egész életnek van értelme, és mindennek van értelme a természetben, és semmi nincs véletlenül, hiszen mindenre ráépülnek további folyományok. A közben pont az embernek, aki az egészet értelemmel fölfogja, annak nincs értelme. Uh-huh. Tehát ezek olyan messzire vezető gondolatok, ami nyilván már messze a mi hatáskörünket túlhaladja, de olyan alapvető és egyszerű filozófiai gondolatok, amikből ki lehet indulni, hiszen minden embert előbb-utóbb ez meg fog érinteni. Uh-huh. Akár egy hozzátartozó elvesztése, akár a saját végessége, amikor közel kerül, akkor azért ezek az egzisztenciális kérdések nagyon égetők, és ott már nem elég nekem az, hogy de hát ez nem baj, mert van multiverzum, vagy van alien. Tehát, hogy van földön kívüli élet, és akkor minden jó. Nem, mert az én kérdésemet ez nem oldja meg. És nem oldja meg, hogy mi a dolgom, és hogy mi a célja az életemnek, és hogy tényleg én határozom meg, vagy jobb nekem, ha beletagolom az életemet egy nagyobb rendszer értelmébe, amelyik viszont nem tőlem van. És érdekes egyébként az, hogy ugye most arról beszélünk, hogy te a szülőknek, hogy küldesz olyan információkat, amiből esetleg indulhat a hit. Tehát amint viszont megjelenik a hit, tehát amint kinyílik ugye ez a kapu, amit hitnek nevezünk, és ezen keresztül kezd érzékelni az ember, akkor abban a pillanatban elkezdenek a dolgok a helyükre passzolni. Tehát úgymond tényleg igaz az, amit ugye Szent Ágoston mond, hogy hiszek, hogy értsek.
Tehát valami módon a hit nyitottsága arra, hogy itt magyarázatokra van szükségem, bármilyen szintről, és nem én vagyok a legfőbb magyarázó. Ez a nyitottság, ez megteremti azt a tapasztalatot, amiből aztán maga az Isten kapcsolat elindul, egy el tud indulni. Van egy érdekes YouTube műsor, úgy hívják az alkotóját, hogy Bódi Mátyás, és nemrég találkoztam ezzel a műsorral, Istent keresem. Uh-huh. Nagyon jó, pár perces minden ilyen kis felvetése, és mindegyik kérdez. Tehát nem azt mondja, hogy ez van, meg az van, hanem kérdez. Ahogy mondtad, ugye, honnan van az emberben ez a nagyon nagy vágy, amit semmi nem tud igazán megelégíteni, mi materiális, és így tovább. Szóval legalább adj egy esélyt arra, hogy az életedben elinduljon egy spirituális irányú keresés. És akkor ez elmélyüljön, és akkor ebből olyan tapasztalataid legyenek, amik már, ugye mi hívők azt mondjuk, hogy Isten tapasztalat, de ez valóságos, csak a hiten keresztül történik. Hát igen, ez az a fajta kilépés, tehát ez még csak egy kilépés a materiális dobozból, ahova én úgy gondolom, hogy mintha megpróbálnak minket belegyömöszölni, hogy ne gondolkodjunk ezen túl. Tehát legyen ez berendezve, komfortos, színes, szagos, csili-vili, de ne gondolkodjunk túl. Én azt gondolom, hogy ez kell egy bátorság, pont az a bátorság, amit az előbb mondtál, hogy ahol már nem ér le a lábam, és hirtelen szakadék kezdődik, ott egy dolgot dönthetek el, hogy tovább megyek, vagy megállok. Olyan nincs, hogy kipróbálom. Oda be kell lépni. És én azt gondolom, hogy a spiritualitás ilyen, hogy lehet, hogy misztikus, lehet, hogy félelmetes, lehet, hogy elveszítem az összes fogódzómat, de hát pont ettől hit, a nem látott dolgok felől való bizonyosság, hogy ott is van valami, bemerek-e oda lépni, merek-e föltenni kemény kérdéseket, önmagam számára elsősorban, most hagyjuk azt ki, hogy ki mindenkit akar meggyőzni mi mindenről, hanem egyszerűen csak az, hogy én bennem kell, hogy legyen egy nyitottság arra, hogy ennek a végére járjak. Szerintem a legnagyobb kalandja az életnek, a legférfiasabb kalandja, felteszem, hogy ennek utána járjak, és talán nem véletlen, hogy Mark Gungor is azt mondja, hogy a férfi a dobozaival együtt, hogy ugye mindig csak egy dologra koncentrál, de alkalmas tökéletesen arra, hogy ebben az egy dologban viszont nagyon elmélyüljön. Uh-huh. Tehát, hogy lemenjen a mélyre, és abban az egyben, amit veszőparipájának tart, vagy ami éppen foglalkoztatja, abban viszont nagyon mély. Igaz, hogy akkor megszűnik a külvilág, és akkor akárki szól hozzá, nem hallja, meg nem veszi észre, meg lemarad róla, mert sokkal inkább alkalmas arra, hogy egy részletkérdésben elmélyüljön a férfi. És én azt gondolom, hogy ez valahol a spiritualitására is vonatkozik, és nem véletlen, hogy a hit hősei évszázadokon keresztül azért azok a férfiak, akik sok esetben minden mást hajlandók föladni. És nyilván természetesen nők is nagyon sokan vannak erre, vagy akik ezt az életet ezt járták. Megérték, igen. De a férfi ugyanúgy alkalmas, legalább annyira, mint a nő, a spiritualitás megélésére. A kérdés, hogy van-e benne bátorság és nyitottság, hogy elengedje a fogódzóit, az anyagot, az aranyat, az autót, az egzisztenciát, a pénzt, a hatalmat, és önmagán túllépve belépjen ebbe a világba. Tehát ez egy nagy kérdés. Igen, ez egy nagy. De egyébként érdekes az, hogy azért az előző korok nem így kezelték, hogy az a materiális dobozba vagyunk beleszorítva. Nem. Pontosan, hogy ez a kor kezeli ezt. Így van, a 20. század nagy ideológiai itt kell mindent megmagyarázni ebbe a térbe. Levágni ezeket a szárnyakat. De hát majd én azt gondolom, hogy ez egy nagy téma, innen folytatjuk következő alkalommal, amire szeretettel hívjuk a kedves nézőinket, akik szeretnének tovább gondolkodni ezen a csapáson, és köszönjük, hogy meghallgattak minket. Viszontlátásra! Viszontlátásra!